Tisztelettel köszöntöm az aktuális című műsorunk hallgatóit, és Irán lesz a következő percekben a téma. Nagy tisztelettel köszöntöm vendégünket, Sárközi Miklóst, iranistát, a Károli Gáspár Egyetem docensét. Jó napot kívánok! Csak jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Az iráni elnök halála óta ugye tartottak egy hosszabb gyász időszakot, és mostanában kezdődik el, vagy kezdődött el a regisztrációja azoknak a jelölteknek, akik közül majd választhatnak Iránban. Hogyan zajlik maga ez az egész procedúra, és hogyan képzeljük el, kik lehetnek a jelöltek, egyáltalán tudjuk-e már azt, hogy kik lesznek a jelöltek, és ki a legesélyesebb arra, hogy megválasztják majd? Nem tudjuk, hogy kik lesznek a jelöltek, és nem tudjuk azt, hogy kik indulhatnak a választáson. Tehát itt van két dolog. Egyfelől az, hogy valaki eldönti, hogy úgy érzi iráni politikusként, hogy neki vannak ambíciói elnöknek lenni. Ez önmagában azonban még nem elégséges ahhoz, és még a regisztráció sem elégséges ahhoz, hogy az illető magát valóban elnökjelöltnek tekinthesse. Ugyanis az elnök jelöltségét megvitatja, megvizsgálja egy testület, amelyet Iránban úgy hívnak, hogy őrök tanácsa, és sóra jön negákban. Ez egy 12 fős testület, amely nagyon közel áll Irán első számú politikai vezetőjéhez, a legfelsőbb vezetőnek nevezett Ali Khameneihez. És voltak éppen az Ali Khameneihez köthető őrök tanácsa dönti el, hogy melyik regisztráló elnöki jelölt lehet valójában elnök jelölt, és melyikük indulhat a választáson. Tehát itt ez egy két lépcsős folyamat. Na most itt nevek már vannak, meg már el is indult a dolog valóban, hogy ön mondta. Tehát május 30-ától, mától június 3-áig, ma is hétfőig lehet regisztrálni, aztán pedig jön a döntés, hogy a regisztrált jelöltekből ki az, aki valóban indulhat a választáson, amely elnökválasztás június 28-án lesz, tehát egy meglehetősen szűkre szabott kampány időszak elé néznek az őrök tanácsa által engedélyezett jelöltek. Az elnökválasztás maga két fordulós, ha az első fordulóban egyetlen jelölt sem szerez abszolút többséget, tehát 50% fölötti arányt, akkor két fordulós választás van, és csak oda az első két jelölt jut be a második fordulóba. És ugye ott már a relatív többség is elegendő győzelemhez. Itt a két lépcsőség miatt, tehát az előzetes szűrőrendszer miatt egyébként ki lehet számítani azt, hogy csak olyan jelöltek lesznek, akik a jelenlegi rezsim hatalom számára elfogadhatóak. Ez egészen biztosan így van. Tehát, hogy is mondjam, eddig is így volt, és főleg az elmúlt két elnökválasztási, vagy az elmúlt 2021-es elnökválasztás alatt egészen látványosan így volt, de tulajdonképpen szerintem 1997 Mohammad Khatami elnöksége óta is érzékelhetjük azt, hogy az iráni legfelsőbb vezető Ali Khamenei aktuális politikai érdekekhez szabja az ő külpolitikai lépéseit végrehajtó elnöknek a meg kiválasztását, kasztingolását csúnya magyar szóval. Ez azt jelenti, hogy voltak éppen Iránban az elnök egy korlátozott jogkörű vezető, a number two vezető, a második számú vezető, akinek a fő feladata elsősorban a külpolitikában a fölötte álló legfelsőbb vezető, hogy általában éve a síta klérus akaratának a végrehajtása. Ő egyfajta ilyen menedzserszerű figura, nem döntéshozó, vagy csak nagyon csekély mértékben döntéshozó, mert döntéseit leginkább kapja a legfelső városi vezetőtől, vagy a döntéseit szűri a legfelső városi vezető és az őrök tanácsa.
Lehetett hallani olyan hangokat itt az elnök helikopterének a balesete után, amelyek, vagy inkább úgy mondom, hogy olyan híreket lehetett hallani, hogy vannak olyan hangok Iránban, amelyek akár üdvözölték is ezt az eseményt, mert hogy nem sokan szerették egyébként Rice-t, és várható-e az bármilyen módon, hogy egyébként ezeknek a hangja felerősödjön, hogy akár a kampányidőszakot, akár a választási időszakot át egyfajta tiltakozás a rendszer ellen. Ugye most gondolok egy picit itt a fejkendős tiltakozásokra is, hogy ott is volt egy ilyen hullám. Kétségtelenül Rajcinek a nevezik úgy halála, hogy senki is kiválhatjuk a halálát, de mivel ez a szerencs, vagy baleset, vagy nem tudjuk, hogy mi történt ez a helikopterrel, lényegében a hivatalos narratíva baleset mellett tört lándzsát, valamilyen szinten egyfajta mozgásba hozza az iráni politikai életet. Akár a rendszer barátokat nézzük, akár a rendszeren belül a rendszert elfogadó, de azt kritizálók csoportját, és akár azokat, akik ugye, hát nevezzük úgy, hogy nem kedvelik ezt a rendszert. Tehát a civil lakosság, főleg a iráni polgári, nagyvárosi, nem mondjuk képzettebb, diplomás réteg nem túlzott a rajongott Rajcért, és akkor most finoman fogalmaztam. Én elmúlt napokban, amióta hazajöttem Magyarországra, iráni ismerőseim, akik itt szembe jöttek velem különböző boltokban vagy utcán, őket mindig teszteltem, és kíváncsi voltam, hogy na, hát meghalt az elnök úr, mit szólt hozzá? A többség mondjuk úgy, hogy nem volt szomorú. Tehát az, ugye azt is volt egy ilyen hír állítólag, hogy bizonyos iráni csoportok ünnepeltek, cukorkát osztogattak, amúgy jó közel-keleti módon, ilyen desszertet osztogattak egymás között, de hát lényegében azt lehet mondani, hogy ezek a csoportok nyilván örülnek Rajci, nevezzük úgy elhuntának, hiszen Rajci tipikusan a rendszer legbelsőbb köréből érkező számukra ellenszenves személy volt, aki visszaállította a Gastersab nevű csador ellenőrző őrjáratot, aki alatt kirobbant a Mászor Amini ügy, amely hónapokig ugye hullámzott Iránban, és jelentős mennyiségű áldozattal, meg nyugtalansággal járt. Ugye részben a Covid és még azért érintette Rajci időszakát. Rajci alatt 50%-kal növekedett az infláció, tehát persze valamennyire a GDP tavaly nőtt, a megugrott olajeladások következtében, tehát vannak itt pozitív gazdasági téren, de összességében azt mondhatjuk, hogy ez a csoport, ugye, nevezik ugye a liberális irániak, vagy kevéssé vallásos irániak nem gyászolják Rajcit. Ugyanakkor nekik nem lesz lehetőség szerintem a saját szájuk íze szerinti politikai elnökjelölt indítására. Tehát ez egészen biztos. Ugyanakkor az egy újdonság viszont, hogy a rendszerhez lojális, pragmatikus vagy enyhén nyugatos csoportok, tehát mondjuk Rohani, Mohammad Khatami, vagy Zarif, vagy Larijani, most mondtam 4 nevet, akik ugye ebbe a csoportba tartoznak, ők sem valószínűleg fognak nagyon labdába rúgni. Hát éppen az ex-elnök Rohani egy kb. Egy hetetet közzé, vagy másfél hetetet közzé egy levelet, amelyben súlyosan kritizálta az őrök tanácsát, mint amely túl szűkre szabja a választásokon induló jelölteknek a számát, és túlzottan visszaszorítja még a rendszer híveinek tartott nem ultrakonzervatívokat, de ez egy nyílt levél volt, tehát jellemző, hogy Rajci temetésen sem Rohani, sem Khatami nem ült ott, tehát az ex-elnökök nem ültek ott. Na, tehát jelenleg például Rohani, az ex-elnök indulhatna a választáson most, hiszen az iráni alkotmány szerint minden iráni elnök egymás után 2 ciklus tölthet be, és egy ciklus átugrásával pályázhat egy harmadik elnöki ciklusra. Tehát most Rajci halálával az ex-elnök indulhatna, de én elég csekélyesét látok, hogy akár Rohani, akár Zarif, akár Larijani elindulna a választáson. Az őrök tanácsa például 2021-ben diszkvalifikálta Ali Larijanit, akit ilyen pragmatikus technokrata jelöltként tartottak számon, azzal az indokkal, ugye akkor nagyon lojális a rendszerhez, azzal az indok, az volt az indok a diszkvalifikálására,
hogy az egyik gyereke Amerikában él. Tehát egészen nevetséges, ugye, okkal zárták ki a jelöltek közül. Semmilyen másban nem tudtak belekötni. Tehát ez volt a második csoport. Marad egyetlen egy csoport, ez pedig ugye a rendszerhez hűséges konzervatívok, ultrakonzervatívok, ugye úgynevezett principalisták tábora. Na valószínűleg onnan fog jönni az új elnök, vagy azok a jelöltek, akikből kiválasztatik az új elnök. Tehát ez mondjuk Hamenejhez nagyon lojális politikusokat jelent, vagy a forradalmi gárdához köthető politikust jelenthet, vagy az irányi ultrakonzervatívok újabb időben megjelent lobby csoportjának, ernyős szervezetnek, az olyan pajdari frontnak, a Jobbhely Pajdarinak, vagy az álfatatosság frontjának a politikusai közül jelenthet valakit. Ez az utóbbi csoport, ez egy ilyen iráni neokonzervatív csoport, amely persze nem amerikai értelemben neokonzervatívokat jelent, hanem a rendszerhez abszolút hű, a 79-es elveket vissza kívánó csoport. De azt gondolom, hogy ebből a hármas csoportból, tehát három alcsoportból, Khamenei hívei, a forradalmi gárda köre, illetve a pajdari csoport, ezekből jönnek majd azok a jelöltek, akiket engednek futni, akiket engednek a választásokon indulni, és majd valaki közülük nyer. De semmiképpen sem a reformisták, és semmiképpen sem az ellenzékiek köréből. De én lehet, hogy pessimist vagyok, de én így gondolom. Most nagyon meglepődnék, ha ez másképp lenne. Ugyanakkor Rajszi halála, például amit is érdekes, mert ugye hamarosan ugye az iráni elnökválasztások mellett lesz egy amerikai elnökválasztás. Hát Rajszi halála most például adott egy manőverezési lehetőséget az iráni államnak, hogy úgymond felkészüljön az amerikai elnökválasztást lehetséges egyik vagy másik forgatókönyvére, és akár mi ez is beleszámíthat abba, hogy valójában kit is engednek nyerni. A Mahmoud Ahmadinejad neve fel sem merülhet, és ezt most azért kérdezem, mert ő maga volt, hogy úgy nyilatkozott, hogy ő már nem akar a közéletben részt venni, mégis születtek róla az elmúlt években olyan cikkek, miszerint egyre aktívabb volt egy időszakban a közéletben, tehát akár még vissza is térhet. Ön lát erre jeleket? Mahmoud Ahmadinejad ugye jelentőségét Magyarországon szerintem mostanában kicsit eltúlozzák, nyilván amiatt, hogy itt járt nem is olyan régen. És hát ugye az ő radikális megnyilatkozásai miatt ugye ő nem szalonképes a világ különböző részein. Én úgy gondolom, hogy Mahmoud Ahmadinejad már rég túl van a politikai virágkorán, tehát ő Iránban sem veszik komolyan, még az ultrakonzervatívok sem. Tehát ő ugyanis a jobbról, még radikálisabbról előzi Khameneit, valamint tiszteletlen volt a Khamenei-jel. Tehát megsértette. Pontosabban önállóan kezdett el cselekedni, és ez nem kérte ki Khamenei engedélyét több alkalommal. Egyfajta elefánt a porcelánboltban módon. És ezért is meg az iráni állam számára nem egyeztetett módon való viselkedésért. Őt voltak éppen parton kívül száműzték. Tehát mondjuk úgy, hogy neki van egy bizonyos mennyiségű híve, meg vannak weboldalak, akik szimpatizálnak vele, de komoly jelöltként egyáltalán nem került szóba. Maga Ahmadinejad kb. 4 napja azt mondta, hogy megvizsgálja az indulási elnökválasztáson való indulásának a lehetőségét, tehát úgymond belebegtette, hogy elindulna. Erre körülbelül 1 napra rájött egy válasz az őrök tanácsa irodájából, hogy azok, akik a 2009-es zavargásokban szerepet játszottak, ilyen vagy olyan módon, azok nem indulhatnak az elnök választáson. Ugye akkor Ahmadinejad volt az elnök, és ugye akkor is voltak tüntetések. Azt gondolom, hogy Ahmadinejad jelentéktelen, súlytalan politikai figura a mai iráni életben, vagy legalábbis nagyon minimális befolyása van, nem számolok komoly jelöltként vele. Hogy egy kicsit értsük itt az iráni rendszert, most a most megválasztandó elnök, vagy aki meg lesz választva, milyen szerepet fog betölteni akkor, ha Khamenei ajatolla meghal, ugyanis egy elég idős emberről beszélünk. Mi történik egy ilyen forgatókönyv esetén? Hát ugye most nézzel, ha meghal a legfelsőbb vezető, akkor nem az iráni elnök lesz automatikusan az utódja.
Tehát erre volt már például pont Khamenei esetében, aki 1989-ben Ruhollah Khomeini legfelsőbb vallási vezető halálakor elnökből lépett föl legfelsőbb vallási vezetővé. De ezt nem azért tette, mert az alkotmány vagy a politikai rendszer automatikusan erre késztette őt, hanem azért, mert Khomeini őt jelölte utódjának legfelsőbb vezetőként, amelyet egy másik testület, a szakértők gyűlés nevű síta papi, kvázi pápa választó konklávé szavazott meg. Ha meghalna mondjuk elhunyna Khamenei, akkor, és lenne egy iráni elnök, akkor az iráni elnök helyben maradna, illetve tenni tovább a dolgát. Ha csak nem őt jelöli mondjuk azon a cédulán, a Khamenei utódjának, de az iráni elnök automatikusan nem válik legfelsőbb vallási vezetővé. Itt az elhunyt Raisi esetében ugye rebesgették azt, hogy ő a titkos favoritja Khameneinek. Hosszú éveken keresztül, legalább 3 éve hallottam ezt, vagy 4 éve, 3 év óta, hogy Raisi az egyik potenciális jelölt, és voltak éppen az ő 2021-ben meginduló első elnöki ciklusa, az egy felkészülési időszak a legfelső vezetői posztra. Most ugye ez már nem áll fent, akárki is lesz az iráni elnök, ha történik valami Ali Khamenei-jel, ő továbbra is elnök marad. Egy iráni elnök 4 évig tölti be az elnöki ciklusát, utána még egyszer pályázhat, és utána egy ciklus kötéssel egy harmadik ciklusra is pályázhat. De nincs átjárás, automatikus átjárás a legfelsőbb vallási vezetői poszt és az elnöki poszt között Iránban. Akkor hadd kérdezem egy másik fontos témáról, ez pedig a nukleáris programja Iránnak, ugyanis egy nemzetközi atomenergia ügynökséghez tartozó bizalmas jelentésből az derült ki, hogy Irán tovább dúsítja az uránt, és akár fegyverminőségű uránkészlethez is már közeli állapotba került. Közben pedig ugye ezek az atomprogram tárgyalások, amelyek arra irányultak volna, hogy valamilyen párbeszédet folytassanak Iránnal ezen kérdésekben, azok ugye elakadtak, és nem igazán haladnak előre. Mit lehet tudni erről, és hogyan alakul ez a helyzet igazából itt az Izraellel való konfliktus kapcsán, amire szintén majd szeretnék kitérni, hogy ez a viszony most milyen állapotban van? Hát ez egy nehéz kérdés. Ugye itt a dolog majd megbonyolítja az, hogy ugye új atomügyi főtárgyalót is fog Irán valószínűleg jelölni. Igazából azt láthatjuk, hogy jelen pillanatban, amit én például tegnap egy konferencián hallottam, hogy Irán kb. Most el 60%-osan dúsított uránból rendelkezik nagyjából egy olyan 260 vagy 160 kilóval. Tehát most ugye a 90%-os dúsítástól azért nem áll ez olyan messze. Most ugye a gondod azt jelenti, hogy most ugye az, hogy meghalt az elnök, mellett meghalt a külügyminiszter is, és ugye most részben ugye emiatt is akadoznak a tárgyalások, tehát itt okozott zavart például iráni téren az a baleset vagy helikopterügy. Hát azt gondolom jelen pillanatban ugye Irán 2018 óta, amióta az Egyesült Államokat Donald Trump kiléptette a JCPOA-ból, utána Irán nagyon lassan vonakodva, de mégiscsak elkezdett ugye szintén úgymond kilépni a JCPOA-ból, vagy legalábbis nem transzparens módon folytatni az atomprogramját. Ami ugye a közben ugye kirobbanó közel-keleti válságok miatt, ugye ez egy nehéz ügy, vagyis az azt jelenti, hogy jelen pillanatban ellenőrizhetetlen a nukleáris programja Iránnak véleményem szerint. Tehát, és hát ugye főleg a Mahsa Amini ügy óta, 21-22 óta nagyon megromlott az európaiakkal, a nyugatiakkal Irán viszonyrendszere, tehát, és ezek az ugye az Irán a nukleáris programját kritizáló országok, mint az EU, vagy az Egyesült Államok nyilván most nehezebben tudnak Iránhoz hozzáférni, Irán kevésbé aktívan működik közre a bécsi atomenergia ügynökséggel. Tehát úgy gondolom, hogy a másik az, hogy ugye amit fel szoktak vetni,
hogy az időhúzás is irány célja. Tehát az, hogy az a tárgyalások húzás halasztásával Irán időt nyerhet mondjuk az urándúsítás folyamatának a hónapokban mérhető befejezéséhez. A dolgokat súlyosbította valóban az izraeli-gázai háború, az áprilisi iráni izraeli miniháború, tehát ezeknek fényében nagyon komoly tétje van annak, hogy most az iráni atomprogram milyen állapotban van, valaki tud-e Iránra hatni, a deeszkaláció irányába tolni az iráni atomprogramot. Az is egy kalkulálható dolog, hogy jelen pillanatban Irán úgy gondolja, hogy lehet, hogy most most jut közelebb a nukleáris programja befejezéséhez, vagy katonai téren, hiszen Izrael le van kötve például a gázai konfliktussal, vagy le van kötve az északi határainál a Hezbollah-hal. És ugye pár héttel ezelőtt, ugye főleg az áprilisi izraeli-iráni miniháború időszakában jött ki egy olyan kommuniké egy iráni politikustól, talán a Forradalmi Gárda egyik vezetőitől, hogy Irán átgondolja, revízió alá veszi a nukleáris stratégiáját. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy eddig ugye Irán deklaráltan hangoztatta, hogy Iránban atomfegyver előállítása, gyártása és bevetése vallásilag tilos. Ugye erre van az atomfatva, amit Khamenei hozott. Viszont ez a nyilatkozat, amit pár hete jött, ugye ez, hogy átgondolja Irán a nukleáris stratégiáját, ez egyértelműen ennek a nevezzük úgy hivatalos tartózkodástól való elmozdulásnak a jele. De az biztos, hogy nyilvánvalóan ebben a helyzetben Irán jelen pillanatban hát jelentős mértékben a figyelem középpontjába került. És hát ma illetve tegnap jött ki egy hír, amelyben ugye az Egyesült Államok, illetve az európai országok, EU-s országok szorosabb koordinációt, egyeztetést akarnak az iráni atomprogram ügyében, azaz most valami nagyon fontos történik. De ezt nem tudom pontosan megmondani, hogy éppen most mi történik. De annak a fényében, hogy most itt volt Izraellel ez a nyíltabb konfliktus, ami eddig inkább talán a színfalak mögött zajlott, vagy egy kicsit így lefolytva, igen, és akkor majd erről is beszéljünk, illetve, hogy Amerikától is valamilyen szinten fenyegetve érezheti magát Irán. Ha ezeket a tényeket vesszük sorra, akkor nehéz elképzelni, hogy pont ebben az időszakban deeszkalálna, úgymond itt a nukleáris területen. Tehát inkább az lenne a logikus lépés, hogyha meg tudja tenni, és van rá képessége, akkor megszerzi úgymond azt az atomfegyver mennyiséget, vagy azt eljutatja odáig a programot, hogy az elrettentés lehessen a régióban. Nem tudok erre mondani önnek, tehát szerintem itt azok nukleáris ügyek egyfelől valóban arról szólnak, hogy valóban egy fegyver iránt tesznek lépéseket. Másfelől ez egy tárgyalási pozíció, és a nukleáris ügyek tárgyakkal való fenyegetőzés, izmozás, vagy csak sugallás adott esetben Iránhoz tárgyaló azthoz kényszerített olyan hatalmakat, akik amúgy nem ismerik el a mai Iránt, vagy nagyon rossz viszonyban vannak velük. Tehát Irán rá tud kényszeríteni hatalmakat a nukleáris izmozással, hogy belengedhet, hogy most már 60%-nál tartunk, vagy 70%-nál tartunk. És ugye valóban ezekben a hetekben Rajszi halál előtt ugye jött két hír, hogy Ománban amerikaiak és ugye irániak tárgyalnak egy deeszkalációs témakörben, hogy mit tartalmaz a deeszkaláció, azt nem tudjuk. Az biztos, hogyha ugye Iránnak nukleáris fegyvere lesz, az alapvetően rendezi át a Közel-Keletnek a politikai, katonai helyzetét, hiszen az első Pakisztán után a második jelentős muszlim állam lesz, amely atomfegyvere tesz szert, és azt gondolom, hogy önmagában ez például az izraeli katonai stratégiát alapvetően át fogja alakítani, és ezen kívül elindíthat egy másfajta nukleáris fegyverkezést, amelyben mondjuk Szaúd-Arábia, vagy Egyiptom, vagy esetleg Törökország is bejelenti igényét hasonló atomfegyverek gyártására. Ez egy komoly probléma. És akkor még Izraelre térjünk vissza, illetve az iráni-izraeli viszonyra abból a tekintetből, hogy Raisi halála hogyan hat egyébként erre a viszonyra.
egyáltalán értelmezhető ez a kérdés, van-e hatása erre a viszonyra, ennek az eseménynek, és az, hogy milyen lesz a következő elnök, mennyire lesz keményvonalas, mennyire lesz akár, nem tudom, radikális, ez mit fog jelenteni Izrael számára? Tehát jókor jött most ez az esemény, vagy éppen hogy nem? Mint mondtam, ugye az iráni a mindenkori iráni elnök voltak éppen egy magasabb akarat végrehajtója, főleg külpolitikai téren. Tehát Rajszi halála, kiesése nem fog változtatni, nem fogja megtorpantani, vagy nem fogja megrendíteni az iráni politikát. Másfelől ez Rajszi nem is volt annyira egyébként színes egyéniség, tehát ő egy maximálisan lojális, nem túlzottan önálló politikus volt szerintem. Tehát én nem emlékszem a Rajszi mondatokra, ami mondjuk nagyon kilógna a sorból, vagy az izraelieknek meglepetést okozott volna. Ő teljesen Khamenei narratíváját követte. Izrael számára tehát ilyen szempontból nem lesz nagy különbség. Az egy érdekes, majd hogy Rajszi halála óta, után, az egy érdekes kérdés, inkább, hogy ma már egyszer mondtam, hogy a közelgő amerikai elnökválasztás fényében kit gondol Khamenei és köre alkalmas iráni elnöknek? Tehát ugye, vagyis egy olyan, hogy vajon akár egy kemény vonal, akár egy, ha mondjuk Trump visszatér elnöknek, tegyük föl, akkor mondjuk ezzel szemben kit gondol hatékonyabb elnöknek, egy Rajszinál is keményvonalasabb ember, akár egy katonai személyiséget a forradalmi gárda köréből, akár mondjuk Saeed Jalili volt iráni atomügyi főtárgyalót, aki egy teljesen ultrakonzervatív keményvonalas, de lehet, hogy esetleg egy jobban kommunikáló, pragmatikusabb mosolydiplomácia felé is esetleg nyitó szemét választanak. Szerintem most ezekben a napokban ezeknek a kalkulációi zajlanak. Izraellel kapcsolatban én nem látom azt, hogy Izraelt az iráni politikában úgy mérlegelnék, hogy nekik velük szemben milyen elnök volna jó. Tehát ott inkább a proxiknak a szerepe fontos, vagy a forradalmi gárda szerepe fontos. Szóval én inkább az amerikai elnök választások fényében tartom ezt egy izgalmasabb kérdésnek, hogy kik is indulhatnak, de erre napokon belül választ fogunk kapni. Akkor fogjuk is keresni majd, amikor meg lehet tudni ezeket, és lesznek újabb hírek. Én nagyon szépen köszönöm, hogy most is tudtunk beszélni ezekről a kérdésekről. Sárközi Miklóst hallották. Örültem, és máskor is szívesen segítek.